Debrecen felül érkezik személyvonat a Nyírbogáti vasútállomásra. Ezen a vonalon közlekedett az a járat is, amelyen múlt hét szerdán történt bűncselekmény. Egy kamaszkorú látássérült fiút bántalmazott két 20 éves. A bőröngyét, kabátját és ezt a táskát rabolták el tőle az ütlegelés követően, a benne lévő laptoppal és telefonnal együtt, majd Nyírmihályban leszálltak a vonatról és kereket oldottak. Másnap fogták el és vették őket őrizetbe a rendőrök. Kiderült, még egyikük szülei is segítettek a tárgyak értékesítésében és megsemmisítésében. Ezt a telefont is a bizonyítás meghiúsítása miatt törték össze. De itt egy olyan nyomkövetők ugyanakkor nagy szerepe. Mint a rendőrség illetékesétől megtudtuk, ritkán történnek hasonló esetek a megyében. Mi 2010 környékén százas nagyságrendben fordultak elő rablások, azóta csökkenő tendencia figyelhető meg. Tavaly már mindössze 23 volt a megyében, amelyek 95%-át felderítette a rendőrség. A mostanihoz hasonló esetek elkerülése érdekében a bűnmegelőzési szakember azt javasolja, lehetőleg ne magányosan utazzunk. Most mondhatnám azt, hogy értéket ne legyenek nálatok laptop vagy mobiltelefon, de ez a mai világban elképzelhetetlen. Figyeljünk oda egymásra. Ha mégis valaki ilyen bűncselekménynek lesz az áldozata, akkor amikor történik maga a rablás folyamata, akkor figyeljünk arra, hogy az értéket adjuk át, senki ne kezdjen el hűsködni, ne kezdjen el dulakodni, verekedni az elköltővel, főleg, hogyha esetleg valamilyen kés vagy valamilyen fegyver vagy fegyvernek látszó eszköz van nála. Ha pedig megtörtént a bűncselekmény, akkor vagy meg kell keresni a kalauzt a vonaton, ha a mobiltelefon mondjuk eltulajdonították tőle, elvették tőle, vagy egy utas kell megkeresni, és telefonálni 112-es segélyhívóra, minél hamarabb meg kell, hogy ez történjék, annak érdekében, hogy a rendőrség tudjon reagálni időben, és akkor az elkövetőket elfogjuk. A vonatokon történő atrocitásokat nézzük, itt is csökkenő tendencia figyelhető meg. Tavaly 82 eset, még egy évvel korábban még 122 történt, ettől azonban több lehet a valós szám. Előfordul ugyanis, hogy a jegyvizsgáló nem tud róluk, csak a rendőrségnek szólnak az érintettek. A MÁV szerint a javuló statisztikában a kalauzokon lévő testkamerák elterjedésének is nagy szerepe van. Jelenleg már mintegy 170 ilyen eszköz működik az országban, amelyek képet és hangot is tudnak rögzíteni. Ezek a felvételek pedig bizonyítékként szolgálhatnak egy-egy esetben. A térségben közlekedő vonatokon ráadásul a múlt heti rablás óta már kötelező viselniük a bűnüldözésben is használt kamerát a jegyvizsgálóknak, míg ez korábban a saját döntésük volt. A vasúttársaság szóvivője azt tanácsolja, ha utazás közben inzultálnak minket, elsősorban magunkra vigyázzunk, csak utána az értékeinkre. Ha pedig lopás vagy rablás áldozatává váltunk, nem érdemes meghúzni a vészféket. Az a tapasztalat, hogy ha ez megtörténne, akkor adnánk menekülési lehetőséget az elkövetőknek. Még abban az esetben, hogyha nem húzzuk meg a vészféket, hanem egyszerűen, hogyha már egy ilyen sajnálatos esemény bekövetkezik, akkor értesíteni kell a rendőrséget, a jegyvizsgálót, és már volt rá példa, hogy például amikor Debrecenbe beérkezett a vonat, már ott várták az elkövetőket a rendőrök, és el is fogták, előállították. Tehát az a javaslatunk, hogy ne húzzunk meg ebben az esetben a vészféket, hanem értesítsük a rendőrséget, a jegyvizsgálókat, és ők fogják tenni a dolgukat. A múlt heti eset során megvert fiú 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Támadói korábban már voltak büntetve, egyikük jelenleg is felfüggesztett szabadságvesztés alatt áll. A bíróság letartóztatta a két férfit.